Az elmúlt idénybeli két NB3-as összecsapásunkon mindössze egyetlen pontot szereztünk a korábbi Bányászváros csapat ellen, ősszel 1-1, Barnai Soron góljaival, és tavasszal Bicskén 2-3, Szalai és Tisler góljaira Víg 2 és Ferko válaszolt. Éppen ők fosztottak meg bennünket a bajnoki cím esélyétől, egy viharos, súlyos bírói hibákkal tarkított találkozón. Fűtötte tehát a visszavágás vágya a BTC-t. Soron következő feladat az Ódon küllemű, egykor szebb napokat látott, de az évtizedek alatt alig változott, Buzánszky Jenő stadionban került lebonyolításra. Még a mérkőzés előtt készült interjúkban hallhatjuk Illés Bencét, a bicskei csapat első számú kapusát, akinek az orcsontörése szépen javul, és hamarosan visszaveheti helyét a kapuban, valamint az új egyesület, a Warriors Dance vezetője mutatja be a közösségét. A játékoddal kapcsolatban tudnál valamit mondani? Hát a mai meccsen még nem én fogok védeni, a további meccsekre meg már mester dönt, hogy számít-e rám, vagy nem. Milyen a csapat hangulata, Bence? Szerintem jó a hangulat, hál' Istennek a győzelmek azért hozzátettek, úgyhogy... Múltkor is eltaláltad a Újpesten az eredményt, itt mit tippelsz? Hát az túlzás, hogy eltaláltam, hasonló eredményt? De igen, hasonlót számítok, szerintem egy 1-0-es győzelem lesz. Hát ott is azt mondta, hogy győzni fogunk a második fél időben, ez bejött egyébként, úgyhogy én azt mondom, mindig csak egy góllal győrjük le az ellenfelünket, és akkor nem lesz semmi baj a jövőben. Így legyen, Gyuriben. Így legyen? Így legyen. És akkor gyógyulj meg minél előbb. Köszönöm. Üdvözlöm a kedves nézőket, Komjáti Katinka vagyok, a Warriors Dance Sport Egyesületnek a vezetője. Ez egy bicskei táncegyesület, aki várja a mozogni vágyó gyerekeket egészen 3 éves kortól. Most már tornafoglalkozásunk is van, úgyhogy a kisfiúkat is várjuk szeretettel. A Bicskei Szent László Általános Iskolának a tornatermébe, kett szerda és csütörtöki napokon. És hol lehet jelentkezni? Konkrétan egy kicsit? Telefon, vagy személyesen, vagy ott a iskolába? Lehet a kihelyezett plakátokon, illetve a Facebook oldalunkon kint van az e-mail címem, illetve a telefonszámom, és ott az edzőinknek a bemutatkozását is el tudják olvasni az érdeklődők, illetve rengeteg kép van arról, hogy is zajlik nálunk egy-egy edzés. Jó, milyen programok várják a fiatalokat edzésen kívül? Edzésen kívül van fellépési, illetve versenyzési lehetőség is egy bizonyos szint után, illetve nyári táboraink is nagyon jók szoktak lenni. Most már az idei az lement 2 turnussal, de jövőre már szerintem 3 turnussal is várjuk majd az érdeklődő gyerekeket, ahol rengeteg külsős program van az edzéseken kívül is. Milyen feltételekkel várjátok a fiatalokat? Igazából 3 éves kortól már jöhet bárki, nem kell táncos előképzettség, teljesen kezdőket is várunk szeretettel, úgyhogy ezen kívül nincsen. Jó, arra gondoltam, milyen költségbe kerül ez a szülőnek? A havidíjak azok 10 000 forinttól kezdődnek, de erről is a honlapon, illetve a Facebook oldalon tudnak tájékozódni a szülők. Értem. Hát sok sikert a munkádhoz. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm. Hajrá, szépen. Bicske. Hajrá, Bicske. Jó mérkőzésre volt kilátás, hiszen mindkét csapat e mérkőzés előtt még veretlen volt. Hazaiak kikszeltek a Puskás Akadémia 2 és az Érdi VS ellen. Csapatunk pedig az Érdi VS-e és az Újpest ellen is nyerni tudott. Gyérszámú közönség előtt játszottak a csapatok. Alig változott a hiányzók száma, így a Radnóti, Molnár, Bozsóki, Szál, Szalai, Kispál, Hírman, Tifán Péter, Schildkraut király, Beliszki összeállításban küldte pályára csapatát Csordás Csaba. A rekkenő hőségben az első percben Hírman pofon rúgta királyt, nem történt az esetből szerencséje nagyobb baj. Az 5. percben Tifán Péter nagy pardobása után Kispál lövése nem talált el a kaput. 7. minútumban szerencsé 30 méteres szabadrugását Ferko Ádám fejelte kapura. Kapusunk túljott a labdát, Szál fejelte ki. 11. percben szerencsé futott el a bal oldalon, beadását Víg 8 méterről háló tetejére fejelte. 22. percben Ferko tört előre, a védők és Radnóti nem értették meg egymást, így a kapura pöccintett labda centikkel került el a kapunkat, majd a másik oldalon Tifán Péter kanyarítása szállt alig mellé. 24. percben Lénárt vállalkozott lövése mintegy 25-ről. Az izmos lövés Radnóti épp csak kiütni tudta, a jól érkező Gula pedig néhány lépésről a kapuba fejelt, ezzel 1-0. 28. percben király baloldali szabadrugását Kispál ballal gyengén találta el, de Timán ügyei bajja védett.
35. percben jobb oldali összjáték után Szalai vert középre. Az előre lopakodó Hírman pedig 7 méterről remek mozdulattal csúsztatotta a hazai hálőr felett a kapuba. Ezzel 1-1. Szalai remekül adta be, Hírman pedig a védők között szabaddá téve magát, lendületből biztosan fejelt a hosszúba. 38. percben Király szöktette Tifán Pétert, a balról élesen belőtt labdájáról a kapu torkában Belicki egy arasznyival maradt le. 40. minutumban Szalai jobb oldali beadását Belicki lekészítette Schildkraut elé, ő 14-ről lelőtte a kapu előtt a labdát, majd Molnár erőleiverését Schildkraut elvétette. A labdát Molnár újfent visszaszerezte, de aztán felrúgták. A szabadrugás Tímár öklözés után került az alapvonalon túlra, de a korner elvégzésére már nem került sor, mert a játékvezető véget vetett az első játékrésznek. Fordulás után a 46. percben Belicki 16-osról leadott ballábas lövése szállt fölé. 49. percben vendégek kisebb tűzijátékot rendeztek a hazai kapu előtt. Jobb oldali bedobás után sarokrúgás, után Szalai fejlése mellé szállt, majd Hírman ezúttal a mellé fejelte Király ívelését. 3 perccel később Belicki adott be bal oldalról, Schildkraut lekezelte, de a lövés pillanatában az alapvonalon túlra mentettek előre. Király emelte be a kornert, Hírman fejesét a hazai kapus nagy bravúrral védte. A Király ballábas lövése Bozsókiról pattant az alapvonalon túlra. 62. percben Belicki, Hírman, Varga, illetve Gasztner váltotta. 65. percben Király labdájával Tifán Péter elfutott, kisé balról 15-ről élesen lőtt, a labda lepattant, Szala ismételt, de a védők blokkolták. 68. percben Forgó adott be a bal oldalról, a labda elszállt két védőn között, és a berobbanó Barna pedig testével besodorta a kapuba a labdát, ezzel 2-1. Két védőnk és Gula között suhant el a beadás, és a berobbanó gólszerző testtel gyömeszölte be a labdát a hálóba. A balra elmozduló Radnóti mellett a kapu jobb oldalába vándorolt a játékszer. 73. percben Pedro faultja után sikertelen szabadrugást sugattak a vendéglátók az alapvonalról. 75. minutóban a játékra jelentkezett Lakatos és Szonták, Szalai, valamint Schildkraut helyett. 76. percben Király baloldai beadásánál Bozsókit átkarolva vitte le védője a talajra, majd Varga tette vissza alapvonalon a játékszert, de a védők kivágták, majd Király szögletét öklözte ki a hazai a kapusa. 84. percben Szonták remek labdát küldött a kilépő Tifán Péter elé, aki hosszan tette maga elé, és a kifutó Tímár elhalászta előre bátor vetődéssel. 86. percben Bokán Barnabás Vajda elé gurított kisé hosszan, így a labda kigurult a pályáról, majd Szonták Tifán Péter elé továbbított, ki beadott, Bozsóki pedig 7 méterről mellé fejelt. Másik oldalon Gula Varga ellen elkövetett szabálytalanságáért kapott sárgát. A 90+1. Percben Gula az alponon elvitte a labdát a bizonytalankodó Radnóti elől, és az 5 és feles oldalvonaláról a bal kapufát találta telibe. 93. percben Szál bedobása szinte egyedül találta Bozsókit az ötös közelében, de nem tudta jól rálőni, hiszen csúnyán eltört a lövést, pedig nagy lehetőség volt a gólszerzése. 94. minutóban Lénárt szabálytalankodott sárgalapot érően rálegyintett a bíróra, majd még megjegyzést is tett, villant a második sárga, majd a piros. Fájó vereséggel végződött a találkozó, pedig nyerhető mérkőzés volt ez. Többet domináltunk, de a helyzetek kihasználásával adottak némi gondok. Gólszerző csatárból, ilyen-olyan okokból komoly hiány van a csapatunkban. Szerencse, hogy a vetélytársak eredményei kedvezően alakultak, így a harmadik helyen várhatjuk a folytatást vasárnap. Hogyan tudnád értékelni ezt a sikert? Fú, ez egy borzasztó nehéz mérkőzés volt. Én azt gondolom, hogy a Bicske egy nagyon-nagyon jó csapat, nagyon-nagyon jó játékosokkal. Én a bravúr kategóriába sorolom ezt a győzelmet. Nagyon sokat dolgoztunk érte, én az öltözőben annyit mondtam a srácoknak igazából, hogy amit kértem a meccs előtt, hogy a szívüket, lelküket tegyék ki, azt kitették. Nyilván voltak benne ilyen-olyan momentumok, amik változtattak volna így is, úgy is, tehát még azt sem mondom, hogy ha ez X, akkor az nem jogos, azt sem mondom, hogyha esetleg a Bicske betalál valamelyik pontrugásból, vagy rögzített szituációból, akkor esetleg nem lett volna az is jogos, hogy mert ugye végig azért, vagy hát a nagy részében a meccsnek fölénybe játszottak, de hát nyilván azért ilyen minőségű játékosokkal ez benne van a pakliban, úgyhogy erre azért mi is készültünk. Hogyha szakmailag kéne, akkor talán három részét tudom bontani. Az egyik, hogy az első 30 perc, akkor szerintem nagyon jól játszottunk, sok lehetőségünk volt. Utána, nem tudom, volt egy 15 perces rövidzárlat, ott teljesen jogos volt az egyenlítés. Hát a második félidő eleje az nem amilyenk volt, aztán úgy gondolom, hogy a cserék azok nagyon sokat lendítettek a játékunkon, hiszen négy friss ember is bejött, és
és mi újra fel tudtuk venni futásba a versenyt. Hát aztán egy ilyen beadásos dolog döntött. Hát én büszke vagyok a csapatomra, mert ugye sokat tettek érte, de én nem hiszem, hogy a Bicskét érheti szemrehányás, mert ebben az időjárásban én azt gondolom, hogy mind a két csapat kitette a szívét, lelkét a pályára. Tehát mégis mi volt az a pici, ami javatokra döntött el a mérkőzést? Nem tudom megmondani. Hát talán az, kicsit lelkesebb vagy helyzetkiasztás, vagy még mert tényleg van. Nem, ez nagyon nehéz, mert ugye momentumok vannak. Tehát hogyha ők ülik meg a momentumot, akkor valószínűleg mi mentünk volna végig az eredmény után. Ha mi üljük meg, akkor nekik kellett. Nyilván úgy már nehéz, amikor nagy a kényszer, amikor már egyre kevesebb idő. Tehát most én nem tudom megmondani ezt, mert a focinak a lélektan az hát sokszor nem is értjük. Tehát mi se, a nézők se, a játékosok se. Tehát én azt mondom, hogy egyébként összességében egy MB3-as ehhez az osztályhoz mérte egy nagyon jó mérkőzés volt, rengeteg futással. Az időjárásban ez én azt gondolom, hogy a játékosok hősiesen helytáltak, mert itt ilyen 35-36 fokok voltak, és hát ennyi tulajdonképpen. Balázs, az előző két fordulóban két döntetlenetek van, hogyan sikerült azt elérni? Hát azok más meccsek voltak, igazából az elsőt azt pici túlzásra talán ott odaadtuk, vesztettünk két pontot. Az Érd ellen pedig hát ez egy igazi X-es meccs volt, de azért ott is a vége felé nekünk voltak meccslabdáink. Nem tudtunk élni vele. Hát így alakult. Ez a szezon eleje, ez nagyon-nagyon nehéz mindenkinek, ez biztos, mert ugye majd így a 7.-8. forduló környékére vonalaz a rajzolót, 6 esetleg. De én azt látom, hogy ki már az erőviszonyok. De én azt látom, hogy ha megnézem a mai eredményeket is, hogy itt ez egy annyira erős ez az északnyugati csoport, hogy itt van 10-12 egyforma csapat. És még az akadémiák is ugye fejlődnek, a játékosok, tehát azok is bele fognak szólni itt mindenbe is. Tehát én nem tudnám megmondani, hogy most ki az, aki itt ugye a tuti az elején fog végezni, mint mondjuk tavaly nagyjából meg lehetett jósolni, hogy ki az a négy csapat, aki az első négy helyen végez, az is végzett egyébként. Hát igen, ahhoz kérdében, hogy fél szezonnak el kell tenni, hogy tudjuk mondani, hogy ki az, aki bajnok esélyes. Én nem tudom. Lehet, hogy lesz valaki, elkap egy jó szériát, azt nyer zsinórba 5-6-ot még, és akkor ő oda fog ugrani az elejére, de én azt gondolom, hogy vagy azt mondom, amit láttam eddig, meg amit tapasztaltam, hogy iszonyat kiegyenlített. Tehát ilyen osztály, én nem hiszem, hogy van még egy ebbe az osztály. Balázs, végső célotok? Nem tudom megmondani. Ugye nagyon nagy fiatalításon estünk át. Nem tudom. Próbálunk minél jobban szerepelni, próbálunk minél jobban kiszolgálni a szurkolóinkat, ha nem is mindig talán a játékkal, de a lelkesedéssel, a szívünkkel, a szívvel. Úgyhogy én talán ezt mondanám, hogy ez lehet a legfőbb cél. Gratulálok ehhez a nagy diadalhoz, hiszen Bicskét nem sűrűn verik, úgyhogy további sok sikert nektek. Ez így van, és nem is fogják valószínűleg. Köszönöm szépen. Csaba, hát ez nem úgy jött össze, ahogy gondoltuk. Kikaptunk kettőt, egy rövid értékre is hallhatnánk. Hát úgy gondolom, hogy ha mai mérkőzésen abban a szempontból élesek vagyunk, hogy berúgjuk a helyzeteinket, akkor ez másképp is kinézhetett volna. Szomorú vagyok, hogy amilyen kettő gólt kaptunk, hogy milyen buta egyéni hibák voltak előtte. Én azt gondolom, hogy a mérkőzésben is attól függetlenül, hogy ezzel látszott, hogy jó pár játékosom fáradt volt itt a három mérkőzés után, a héten, attól függetlenül úgy kezdtük, hogy megvoltak a lehetőségeink. Aztán azt gondolom, hogy az első félidőben és a második félidőben is megvoltak az ittszereink, ezeket be kell rúgni. Én azt gondolom, a futballt gólra játsszák, de nem szeretném elvenni az ellenfélnek az érdemeit. Az a fajta akaraterő csúszás, mászás, amit ők csináltak, és célfutballból kihozták a maximumot, szenzációsan vették fel a második labdákat. Én azt gondolom, hogy amit el tudtak követni, hogy elrontsák a játékunkat, azt megtették. Úgyhogy mai nap abszolút megérdemelt volt nekik a három pont, mert ők berúgták a két lehetőséget, mi meg csak egy lehetőséggel éltünk, és ismételni tudom önmagam, be kell rúgni a helyzeteket. Igen, de Csaba, az újpestihez képest akkor 4 sérültünk, most jött hozzá a dúló is, azért 5 sérült, tehát azért megérezte a csapat. Hát ez természetes, de ebbe az a legbosszantóbb, ugye, amikor beszélünk arról, hogy sérülés,
akkor mindig ezek a játékosok ugye az előtte lévő mérkőzéseken vagy mérkőzésen szedik össze a sérülést. Még magamat sem tudom szídni, vagy a stábomat sem, hogy annyira buták lennénk, hogy az edzés munka alatt történik meg. Tudtuk nagyon jó, hogy ez a sorozat, ez egy hosszú sorozat lesz, tudtuk azt, hogy nagyon komoly csapatok lesznek a bajnokságban, sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal nehezebb bajnokság lesz, mint a tavalyi év. Én még mindig azt mondom, hogy ez az osztály, vagy ez a csoport ugye a legerősebb. Föl kell erre készülni, nyilván mindenkinek mindig vannak gondjai, problémáik. Nekünk most ez így alakult, hogy öt meghatározó játékosunk ugye hiányzott, de hát azért pozitívumokat is nézzük, hogy hál' Istennek a meccsen már azért visszajött a Szápeti, jó teljesítményt nyújtott, meg hát ugye a Gasztner-Olinak is tudtam adni lehetőséget. Most van egy hetünk, dolgozunk tovább, összegyúrjuk magunkat, aztán folytatjuk a utunkat. Azért idézem a hazaiak mesterét, hiszen azt mondta, hogy amennyiben a Bicske rúgja a másik gólt, akkor Bicske nyer a mai napon, hiszen nyuanszok döntöttek ezen a találkozón. Te is így érzed, hogy közel voltunk mi is a győzelmhez? Hát azért mondom, hogy a meccs első helyzete is a miénk volt. Utána 1-0-ról vissza tudtunk jönni 1-1, utána megint volt két zicserünk, aztán az ellenfél gólt rúgott, utána megint volt két zicserünk. Most nyilván, ha mi gólt rúgunk, akkor nem biztos, hogy kapunk, de így, hogy ők rúgták a másodikat, így van benne igazság, hogy ők megrúgták, ezért meg tudták nyerni a mérkőzést. Mondom, a legjobban azért vagyok mérges, mert be kell rúgni a helyzeteket. Várható, hogy egy hét múlva más érítjen közül valaki játszani fog? Természetesen, sőt, majdnem mondhatom azt, hogy már mindenkire fogok tudni számítani. Három mérkőzésből egy kupa és két bajnoki állóidegenbeli túránk után végre itthon játszunk a Gyirmot 2 ellen. Augusztus 18-án 17 óra 30 perckor kerül sor találkozóra. Javításra lesz lehetőség, és minden bizonnyal egy nagy arányú győzelemmel pótolhatják be a fiúk Csordás Csaba 47. születésnapi győzelmi köszöntőjét. Minden érdeklődőt szeretettel vár a BTC vezetősége.